és köszönöm, hogy minket választottak ezen a szép napon. A Lányokasszonyok a Városét Egyesület nevében szeretném most átadni a szót a művészeti vezetőnek. Tisztelettel köszöntöm a kedves közönséget, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a köreinkben résztvevő kollégákat, énekeseket, akik a ma esténket fogják, a délutánunkat fogják majd, hát remélem, hogy boldoggá tenni és szépé tenni. És nagyon szépen megköszönöm, hogy igaz, hogy elég kevesen, de kitartóan ebbe a jó kis meleg időben összejöttünk. Bízom benne, hogy jól fogják érezni magukat, és minden porcikánkkal azon vagyunk, hogy a Magyar Dali Zene Barátkör tevékenységével Dunaharaszti Városba vigye sikerrel a magyar notát. Köszönöm szépen! A Pintot köszönhetően emlékszik rá, hogy egy tánccsoport is fellépett. Ők a Haraszti Fiatalságok Egyesülete Rozinen tánccsoportja volt, és megtudtam tőlük, hogy már óvodás koruk óta táncolnak. A Petőfi szobornál föllépett a 120 év óvoda tánccsoportja, és ez adta az ötletet, hogy meghívjuk őket. Nagy örömünkre elfogadták, úgyhogy szeretném most bekonferálni a 120 év óvoda tánccsoportját. Fogadják szeretettel!